Különben nem tudott elvinni semmit. A bolti eladó azt meséli, hogyan húzta keresztül a rabló számításait. A férfi hiába követelte a napi bevételt, az asszony nem adott neki pénzt. Áthott az ajtónám, ki tudok surrani. A sértett legelső gondolata a menekülés volt, mivel azonban a tettes közvetlenül az ajtóban állt, erre nem volt lehetősége a középkorú nőnek, ezért úgy döntött, visszamegy a pult mögé, és a kenyérvágó késsel üldözi el az ismeretlent. A vevőm el akarta kapni, de nem tudta. És utólag kérdeztem, hogy miért nem tudta, mert mondta, hogy a zsebébe nyúlkált, és ugye én kiabáltam, hogy kés van nála, meg akar támadni, és ő is ez véget nem mert se utána szaladni, se utána nyúlni még, mert hát ha a kést veszi elől. Az elkövetőt egy órán belül elfogta a rendőrség. A sértett személy leírása alapján egy fiatal egyenruhás nő vette észre a tettest, és ő volt az, aki végül megbilincselte a férfit. Sikerélmény. Varga Krisztina 2 éve dolgozik járőrként, és többször akadt már dolga bűnözőkkel, de mint mondja, ez volt az első valódi elfogása. Sétált a Széchenyi úton, az Ocean irányában. Ellenállást a rendőrintézkedés során nem tanúsított, együttműködő volt, valamint beismerte, hogy ő volt a támadó. A gyanúsított, amint meglátta a rendőrőrmestert, azonnal feltette a kezét és bevallotta tettét. Az egyenruhásoknak azt mondta, 4 napja nem evett, ezért akart pénzhez jutni. A rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat, akinek rablás kísérlete miatt kell majd felelnie a bíróság előtt.